to side. Don't know who's waiting around. I've got a feeling I'm not the only one. I've got a feeling. Are you mine? Are you mine? Is it time? Are you mine? Azt írja, le van zárva az út, hogy megfordulok. Gyerekek, azért jó volt, nem? Tehát érdemes volt megállnom, nem? És egy kicsit itt sétálgatnom Vipiteno-ban. Megérte, nem? Remélem. Na, menjünk tovább. Ez a durva, figyeld! Hegyek, hullapelyhes fehér hó, figyeld! Jobbra,
Desíras, szakadék, nem semmi. Azt lesd. Durva, mi? Itt is van felvonó, teljesen kihalt az egész, sehol nincs turista, nincs autó, se be van zárva az egész. Itt van a téli szezon, aztán kapjuk, meg van halva mindenki. Szerintem szépen megfésülködtem vasárnapnak. Megfelelően Németországban vagyok pár kilométerre a francia határtól, és hát akkor a vasárnap arra fog elmenni, hogy átkeresztelni egész Franciaországot, meg icipicike Spanyolország, és ott is vagyok 1201 kilométer. Hát ha nagyon ügyes vagyok, most vasárnap van, nem, csak nem, nincsenek kamionok, vagy nem lesznek kamionok, talán túl sokan sem fognak autózni az utakon. Úgyhogy szerintem ez most nagyon jó, át lehet szelni Franciaországot. Kipihentem magam, nem kell aludni, úgyhogy annyit kell csinálni, hogy a klubot be kell nyomni, egyes, aztán gázt neki. Applikációval lemérem, akkor is megmutatom, hogy vasárnap indulással, így 8 óra 30 körül, mennyi idő alatt lehet átszelni a hosszú francia szakaszt Bundesen. Na fussunk akkor neki, aztán majd meglátjuk. Túl sok helyen nem fogok megállni, az biztos, mert csak úgy lehet haladni, hogyha az ember nem tököl. Hát, ha minden jól megy, akkor én éjjel már ott leszek a lerakónál. Na akkor, come on baby! Lassan az 1 órához közelítek, és 88 km-t sikerült megtennem ebben az 59 percben, ami 90-es átlagot mutat, úgyhogy ez jónak számít Bundesen, bár az is igaz, hogy itt elég sok kétsávos autópálya volt, ahol jöttem 102-vel, meg olyan Bundes szakaszok is, úgyhogy ez nyilván romlani fog. Hát jövő itt az átlagom, hogy nem fogok megállni 6 minutát.
tiszta utazási valóságot fogtok látni. Na, szóval akkor ez volt az első óra, 59.30 másodperc. 59 perc, 30 másodperc. Na, sem. Na, még egyszer. Megvárom az egy órát, figyelj. Addig hallgass zenét. Na, szóval az egy óra alatt teljesítettem 90,1 kilométert, és ez ugyanannyi akkor az átlag is nyilván. Na, hát akkor ez volt az első egy óra, következzen a második óra, nem, majd a harmadiknál jelentkezem, jó? Francia 3 óra. Na most fog letelni mindjárt a 3 óra vezetésem, és megtettem 255,5 kilométert, ami 85,7 kilométer per órás átlagot jelent. Még az is jó, nem? Szerintem. Hogy elkezdődik akkor a következő 3 óra, következek, vagy jövök vissza majd akkor. Na, közben a vadászok meg itt variálnak, egyfolytában vadászat van. Na, fogtam egy magyar kollégát ismételten, RJR-121, Vértes International Transport Logistic. Pom, 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 pom. Jó utat, kolléga, nem tudom merre és hova. Itt vagyunk nagybüdös Franciaországban, a D673-as úton. Ez meg miért nem megy? 69-el megyünk, de komolyan. Azt észrevettétek, hogy így le van szűkítve, és mondjuk 70-nel lehet menni, vagy 80-nel, ezt most nem tudom, teljesen mindegy. De hát azért én mennék gyorsabban, mert adja magát, senki nincs ékremben, az utak van egy vasárnap. És oké, hogy nem megy, rendben van, de amikor jön a két sáv, akkor nem engedi meg, hogy megelőzzem, hanem ő is nyomja őrülten, tehát én megy 120-szal is, érted, csak meg ne előzzem. És mikor visszaszűkül, meg megint csak egy sáv lesz, akkor megint csak 70-en megy. Ezt érted? Vannak ilyen emberkék, akik így művelnek, vagy ilyeneket művelnek az utakon, mert miért nem nagyon vágom, vagy nem is értem, hogy miért nem tudok ilyen rugalmasan közlekedni az uton, hogyha látja, hogy én mennék, és ha van rá alkalom, akkor meg nem engedi, hanem akkor ő is tolja. Amúgy különben most már elmondom itt akkor, hogyha itt döcsögjön, megy is a kamera, hogy ugye az előző kanyarnál Attilával jöttem ki a kollégámmal Szombathelyről Vitóriába, és azt kell, hogy mondjam, hogy én azért elég sok autóssal vagy sofőrrel jöttem, mentem közösen. Tehát azért van tapasztalatom, és láttam, hogy hogy vezetnek emberek, és hát ezt most nagyon halkan mondom, de én az Attilát ezt nagyon megdicsérem ebből a szempontból. Hihetetlen jól vezet, nagyon rugalmasan, nagyon dinamikusan. Ez nem azt jelenti, hogy száguld mindenhol keresztül át, hanem látja lukakat, látja azt, hogy hol lehet haladni és hol nem, ismeri az utat már. Zsigerből benne van már, hogyha hol vannak trafipaxok, hol van az, ahol vigyázni kell, veszélyes kereszteződések. És ezt ő kihasználja mind, és annyira flottul átjöttünk Franciaországon ketten, hogy emelem a kalapom, és az Attilának egy piros pontot adok, mert tényleg, hát ha valaki nemzetközizik, és
ilyen tempóban halad, akkor azt mondom, hogy ezt így kell csinálni, mert amúgy el fogsz késni. Attila nem állt meg pöcsölni, állandóan kávét inni, vagy ebédelgetni, mert nem kellett neki állandóan pisilnie. Szóval minden benne volt abban, hogy egy nagyon jó időt fussunk, és ja, tehát ha valaki nemzetközi sofőr, akkor ezt így kell csinálni, ahogy úgy csináltam. Nagyon sokféle ember van, embertípus van, vagy vezetési típus van, és a hajam ki szokott ugrani attól, hogyha valaki például megy egyszer, mint tudom én, 110-zel, majd utána csak 85-tel, és akkor ezt váltogatja. Hát ennek aztán semmi értelme nincsen. Valaki csinál olyat, hogy megelőz mindenkit, aztán utána meg visszalassít, aztán visszaelőzíti mindenki őt, és nem foglalkozik vele, de ezt megcsinálja kamionnal is különben, tehát ilyennel is találkoztam már. Van olyan is, aki megáll minden sarkon, mert neki vakaróznia kell, vagy pisilnie kell, kakilnia kell, utána megéhezett, na most innen egy kávét, és ezért mind-mind megáll. Ettől is ki tudok ugrani a hajam, hogy egyszer nem lehet haladni, mert mindig van valami nyűgje. Az a lényeg, hogy a kollégámnak adok egy piros pontot, és a piros pontra meg felhívom a figyelmet a főnökségnek, hogy becsüljék meg, mert nagyon jó sofőr. Na, szóval az van, ugye, hogy lefotóztam a kollégát, aki itt megy előttem, de szemfüles volt ő is, ő meg lefotózott engem hátulról. Úgyhogy megtaláltuk egymást itt az úton, és hát ha minden igaz, akkor itt Le Monet-ban megállunk egyet kávézni, ez még 7 kilométer, amúgy Mendi László. Nem találkoztunk még soha, és nem is ismerjük egymást, úgyhogy ez egy nagyon friss kapcsolat lesz, az első találkozás. Magyarországon pedig nagyon jó megoldás, és nem biztos, és szerintem az egyik legolcsóbb. Hogy egy második kijáraton. Tehát azt akartam mondani, hogy nem biztos, hogy drága, inkább a legolcsóbb. Vagy nem tudom. Számolja ki, aki akarja. Egy biztos, hogy nálunk nagyon kevés van ilyen. Thank you.
elértem a spanyol határra, ami azt jelenti, hogy végeztem akkor a francia szakasszal, és 14 óra, behobbiánál vagyok lemen, tehát 14 óra, 12 perc alatt sikerült teljesítenem ezt az 1080 kilométeres távot, ami 76 kilométer per órás átlagot hozott. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. Na jó reggelt, hát sikeresen lerakottam egy 8 óra, akkor a Sora Luce nevezetű cégnél Bergarában. Ez Spanyolország baszkföld, ugye az volt a feladat, hogy innen el kellett vinnem Olaszországba, Vipiténóba egy árut, ott kicserélték, adtak egy másikat, és azt meg visszahoztam. Csütörtökön indultam este, vagy délután, és vasárnap, vagyis hát ma hajnalban, hát nem vasárnap éjszaka, éjfél körül voltam itt. Úgyhogy a péntek, szombat, mondjuk legyen 3 vagy 4 nap, teljesen mindegy, a 4 nap alatt teljesítettem 3318 kilométert. Ennyi volt ez az út. Nem volt nagyon kapkodós, és még várost is tudtam nézni, megnéztem Vipiténót, ott sétálgattam. És annyit akarok mondani, hogy csak hogy látszódjon az, hogy hogy mekkorák ezek a távolságok, tehát hogy a 3300 kilométer, az most kimondja az embert, jó, hát ennyi volt. Maga a kilométerre kapcsolatosan azt akarom kihozni, vagy mondani, hogy tehát, hogy a 3300 kilométert, hogyha úgy vetíted, hogy te egy, van egy otthon egy autód, és mondjuk naponta elmész 100 kilométert, az 33 nap átlagában tudod ezt teljesíteni, de hogyha csak 50 kilométert teszel meg egy nap az autóddal, akkor az már 2 hónap. És én ennyit teljesítettem egy hétvége alatt. Úgyhogy csak azért mutatom, vagy mondom az arányokat, hogy tudjátok, hogy tisztában legyetek azzal, hogy egy ilyen nemzetközi furgonozás azért nem mindig leányálom. Tehát menni kell, attól, hogy én látok szépet, láttam havat, meg láttam síelőket, meg szépek dolgokat, meg ilyen boltban voltam, olyan boltban voltam, a hétvégén voltam 3 országban, nem 4-ben, 5-ben, bocsánat, francia, spanyol, francia, német, osztrák, olasz, 5 országban voltam a hétvégén, de hát ez ennyit kell menni, úgyhogy ha valaki erre adná fejét, akkor az készüljön föl, hogy hát azért kilométereket teperni kell. Kollégával találkoztam, Mendi Lacival, ha ott 27.000 kilométereket mennek, hát azért durva, nem? Én annyit nem bírnék már. Én öreg vagyok. Na, az van, hogy gyorsan összepakolom magam, keresek új ruhát, tiszta ruhát, meg ilyenek. Hello! Rakok ablakmosót, meg olajat, meg ilyesmit, van szabadidő. Csiripelnek a madarak itt Baszkföldön, a szomszédban. Kukorékol a kakas, meg ilyenek. De már, az előbb már raktam bele, csak elfelejtettem a kamerát beízítani. Aztán lemaradtatok a nagy attrakcióról, de most ezért egy picit pótoltam, jó? Hogy képbe legyetek. Illetve már megnéztem az olajszintet is, ami egy kicsit alacsony, ezért... Ezért dr. Varga meggyógyítja, rak bele olajat, mert hogy... Ja, hát kevésnek bizonyul, ezért mindig kapok olajat főnöktől. Mert azért ez az autó eszi az olajat, na. Rakok bele. Kimi? Látszik? Nagyon ügyes a Siri, mi? Egy önteni nagyon tudok. Azt mondta nekem a főnököm, hogy a két rublika között ti szint az 1 liter. Na most egy kicsit... Ja, itt vagyok. Szóval, na, így valahogy.
Mutatom. Ó? Ó vagy? Itt vagy? Na. Szóval 1 liter, és akkor nekem most hát egy kicsivel a fele alatt volt, ugye most mentem azért pár ezer kilométert, úgyhogy most meglódítottam. Legyen benne olaj, mert azt mondják, az a lelke a turbónak. Itt vagytok. Én ezt én nem tudom, nem értek hozzá. A turbóról csak annyit tudok, hogy talán gyorsabb az autó tőle, vagy erősebb, vagy valami ilyesmi. De nem is ez a lényeg, mert engem ez nem is fog érdekelni, az büdös életben soha. Hogy milyen alkatrész mit csinál itt az autóban, meg mitől lesz ilyen, meg olyan. Az a lényeg, hogyha nekem azt mondják, hogy ez a szint lejjebb megy ennél, akkor töltsél rá. Hát én ezt megcsinálom. Mert ha spriccelek, azt nem jön az ablaktörlőből, akkor rakok bele, hogy jöjjön. Ennyi. Jaj, kicserítem az izzó gyerekek még Ausztriába. Ugye a múltkor szoptam vele, mert nem tudtam. De most már ráéreztem az ízére. Ennél az Opelnél csak annyi van, tudod, hogy benyúlsz, megtekered, elfordítod valamerre, ilyen fordulatod, aztán kijön az egész foglalattal együtt, és abból úgy, ahogy van, csak ki kell húznia az izzót, a másikat belerakod, visszahelyezed, pikk, visszapattintod, azt viszont látásra, na ezzel szoptam én a múltkor nagyon sokat, de most nagyon rutinosan már itt Ausztriában 5 perc alatt kicseréltem, tök jó volt. Olyan büszke voltam magamra, viszont hideg volt, meg esett az eső, úgyhogy ezért nem mutattam meg nektek. Ja, de néha vagyok ilyen büszke periódusban. És akkor így elmesélném a világnak, hogy gyerekek, kicseréltem egy izzót, mekkora spilder a csávó, mi? Na ezt visszarakom. Na, az van akkor, hogy ez, hát ennyi volt akkor. Gyorsan a cserélnem kell kesztyűt is, mert ilyen kesztyűt használok különben a tankolásnál. Ajánlom mindenkinek, hogy valami legyen az autóban, amikor tankolsz, mert a gázolaj az hihetetlenül be tud ivódni a kezedbe, és még így kesztyűn keresztül is állandóan meg kell mosni a kezem utána, hogy most megint ki kell cserélnem ezt a kesztyűt, mert elég egy csepp hozzá, és beszívja, és olyan büdös lesz. Ez a gázolaj, gyerekek? Ez gázolaj. Na. Mit kell csinálnom? Le kell csapnom a motorháztetőt. Akkor mutatom, így figyeld. Na, hát akkor ez így a reggeli mutatványom az így megvolt. Most, jaj, megvolt, hogy sikeres volt. Fölhúzom az ablakot, mert hogy levágtam a szőrömet is, látszik? Azt is el szoktam mondani néha. Mit akartam? Na, azt nem akartam most mondani. Nagyon durva darásfészek, miért van fönn a fán? Ott van a... Csak telefonnal tudtam, ugye a kamerám az nem tud fókuszálni így, hogyha... Tehát nem tudok vele fókuszálni, na, nem tudom már, hogy elmondani, csak vágásnál tudom ezt megoldani. De ott van a fönt a darásfészek, ott van a bődületes nagy. Gyerekek, kaptam munkát. Ezt most már elmondom akkor itt telefonba, vagy folytatom akkor a kamerával. Hello? Leo. 4,5 kilométer, 4,2 kilométer innen van egy cég, ott rakodok. Áthúzunk gyorsan oda, jó? És akkor Lengyelország, gyerekek. Már megint 2100 kilométert mehetek meg. Sosincs vége. Sosincs vége. Sosincs vége.
csak ide találtam, nem? Körbe-körbe karikával, ahol ki volt írva meg hozzá, a navigációt nincs bejárat. Úgyhogy nagyon leleményes és ügyes vagyok, úgyhogy itt vagyok, megkérdezem. Mi a tök van Metagra? Recepción, ott van. Korán örültem, olyan jól ide találtam, azt nem is itt van. Valami új gyárat kell keresnem, hogyha most vissza kell vennem körforgalomnál jobbra, másik körforgalomnál megint jobbra, aztán egészen a körforgalomnál, ott egyenesen, és akkor ott lesz, ha minden igaz. Majd jobb oldalon valahol. Na gyerünk oda akkor. Figyeld, ez a cég, ahol rakodom kell a maszk, kötelező, de figyelj, azt akarom mondani, Baszkföldön is félig magyarul beszélnek, mert hogy az van ideírva, hogy ez sartu, no pasar. Látod, ott van az ez. Hát az magyar szó, nem? Ez sartu, valószínű, hogy azt jelenti, hogy munkaterület, no pasar, az meg a belépni tilos. De lehet, hogy a ez sartu, az baszkul annyit jelent, hogy belépni tilos, hát a tököm se tudja. Jelentem nagy szeretettel, csak azt akartam mondani, hogy használnak ilyen szót, hogy ez. Na, hát azt mondta az ember, hogy várják itt mindjárt hozzá, biztos a papír csinálja, hogy nem tudom. Úgyhogy ez van, most várakozás. Az van ráig, hogy taxi gyerekek, kérdezve. Én vagyok a taxi, úgy nevezik itt Baszkföldön akkor a furgont, hogy taxi. És ott van a sárga csoda szerkezet, figyeld, itt van-e. Nagyon jól néz ki. Nagyon fáradt voltam, de ezt elmondtam, most is az vagyok. Én most egy hétig, de szerintem érzem én ezt az év végét már valahogy elfáradtam azért.